Csatatér. A Kurszki csata. Első rész. ...1943. júliusában egy orosz város, Kurszk volt a szemtanúja a világtörténelem legnagyobb páncélos ütközetének. A döntő fontosságú csata végleg megállította Hitler előrenyomulását a keleti fronton. De Kurszknál a szovjet hadsereg szándékosan olyan összecsapásra kényszerítette a német erőket, amelynek célja a keleti fronton Hitler utolsóként megmaradt hadászati tartalékának felőrlése volt. A német vezérkarnál látták a veszélyt, de elvakult Führerük nem törődött velük. 1943. május 10-én a német páncélos hadviselés atya, Heinz Guderian a kurszki támadásra vonatkozó döntés miatt ingerült hangvételű beszélgetést folytatott Adolf Hitlerrel. Guderian állítólag megkérdezte, mit gondol, hányan tudják egyáltalán, merre is van Kurszk? Vajon számít-e egyáltalán bárkinek is, hogy Kurszk a mi kezünkön van? Egyáltalán idén miért kellene még támadnunk keleten? Erre Hitler így felelt. Nagyon is igaza van. Valahányszor erre a támadásra gondolok, felfordul a gyomrom. Guderian kifejezetten óvta Hitlert, hogy kimozduljanak a defenzívából, de Hitler eltökélte magát a támadásra. Guderian nem volt nézetével egyedül. Hitler tábornokai szinte egy emberként javasolták, hogy 1943 folyamán a keleti fronton maradjanak védelemben. Az előző két évet jelentős veszteséggel zárták, ezért szükségük lett volna arra, hogy pihenjenek és rendezzék soraikat. Hitler parancsa a támadásra súlyos károkat okozott haderejének, és szerte foszlatta a németek minden reményét, hogy a keleti szintéren ismét magukhoz ragadják a hadászati kezdeményezést. A német páncélos haderőt felmorzsoló rövid, de heves kurszki csata a II. Világháború mérlegének nyelvét egyértelműen a Szovjetunió javára billentette. A csata előjátéka. ...1939. szeptember 1-én a hitlerista csapatok átzúdultak a lengyel határon. Ennek hatására két nappal később Nagy-Britannia és Franciaország hivatalosan is hadat üzent Németországnak. Hitler bízott abban, hogy erre nem kerül sor, mert úgy gondolta, hogy a nyugati hatalmak Lengyelország miatt nem kezdenek háborúskodni. Hitler villámháborús taktikája bevált, és Lengyelországot néhány hét alatt eltörölték a térképről. A Führer tisztában volt azzal, hogy mielőtt tovább nyomul kelet felé, előbb nyugati ellenségeivel kell elbánnia. 1940. májusában a német csapatok megkezdték offenzívájukat nyugat felé. Nyugaton merőben más harcmodort alkalmaztak, mint Lengyelországban, mivel a velük farkasszemet néző hadseregek sokkal jobb és korszerűbb fegyverekkel rendelkeztek. Az angol és francia vezérkarok ugyanakkor még mindig első világháborús harcmodorban gondolkodtak, és teljesen készületlenül érte őket a németek magasabb szintű katonai tudása és hadművészete. Hitler néhány hét leforgása alatt elfoglalta Hollandiát, Belgiumot, Luxemburgot, majd Franciaországot. Az angoloknak ugyan sikerült Dunkerknél átevickélniük a csatornán, de a túlpartról nem sokat árthattak a németeknek. Az 1939-es és 40-es győzelmektől magabiztos Hitler 1941-ben nekilátott a Szovjetunióval kapcsolatos hódító tervei megvalósításának. Mélyen lenézte a Szovjetuniót, és azzal kérkedett, hogy csak be kell rúgnunk az ajtót, és az egész rohadt építmény összeomlik. Az 1941-es oroszországi invázió eredményei igazolni látszottak Hitler optimizmusát, mivel a szervezetlen és rosszul irányított vörös hadsereg fejvesztve hátrált. Az első orosz tél azonban kemény ízelítőt adott a német katonáknak abból, mi vár majd rájuk. A vihar vert, de még meg nem tört német sereg éppen, hogy elkerülte a teljes összeomlást.
Az elkövetkező 18 hónapban a frontvonal előre és hátra hullámzott, mivel mindkét oldalon a városok feletti ellenőrzés megszerzésére koncentráltak. Különösen a déli területeken került sor óriási és mindkét oldalon sok áldozatot követelő ütközetekre. Ádászharcok folytak Szevasztopolért, Kijevért, Rosztovért és Sztálingrádért. A városokat hol egyik, hol a másik fél foglalta el, és ez rengeteg emberi és anyagi veszteséggel járt. Február 1943-ban a Sztálingrádnál elszenvedett vereség katasztrofálisnak bizonyult a németek számára. A hadászati szintű visszavonulás lélegzetvételhez juttatta volna őket, hogy 1944-ben azután ismét magukhoz ragadhassák a kezdeményezést. De Hitler hajthatatlan volt, támadni akart. 1943 közepére ismét Dél-Oroszország került a figyelem középpontjába, ahol a németek még egy utolsó nagy erőfeszítést kívántak tenni, hogy visszavegyék a kezdeményezést. Ez volt az utolsó nagy dobás keleten, Hitler és győzelmi reményeinek utolsó nagy pillanata. A hadvezérek. Az 1939-es lengyel és a nyugati szövetségesek feletti 1940-es elképesztő győzelem sorozattól megrészegült Hitler 1941-ben hozzáfogott végső célja megvalósításához, a Szovjetunió leigázásához. Tábornokai azt tanácsolták, hogy várjon ezzel, mert a német erők a háborúnak ebben a szakaszában még nem voltak elég erősek, és időre lett volna szükségük a felkészüléshez. Ehelyett Hitler megindította a történelem legnagyobb szabású invázióját. A korábbi hadjáratokhoz hasonlóan Hitler gyors győzelmet remélt, és ezúttal is a mozgó hadviselés taktikáját alkalmazta. 1941 telére azonban nyilvánvalóvá vált, hogy Oroszországban háborúzni sokkal nehezebb és hosszadalmasabb, mint remélték. Az oroszok az első tél folyamán erős ellentámadásba mentek át, és majdnem megverték a németeket. Hitler személyesen adta ki a parancsot a már elfoglalt területek bármi áron való megtartására. Ennek a taktikának a sikere arról győzte meg Hitlert, hogy jobb hadvezér saját tábornokainál, de azután, amikor ismételten ehhez a taktikához nyúlt, az katasztrofálisnak bizonyult. A német 6. hadsereg teljes veresége Sztálingrádnál mélyen megrendítette Hitlert, különösen, mivel közvetlen következménye volt saját döntésének, amikor elutasította a visszavonulást. Hogy visszanyerje tekintélyét és magához ragadja a kezdeményezést, belevágott a Kurszki offenzívába. Hitlerrel ellentétben a Szovjetunió könyörtelen diktátora Sztálin nem rendelkezett katonai tapasztalatokkal. Az elsősorban politikus férfi képes volt mindenre, hogy hatalmát megőrizze. Sztálin a felelős a Vörös Hadseregben 1937 során végrehajtott tisztogatásért, ami a német invázió kezdeti szakaszában jelentősen csökkentette a hadsereg harcértékét. A sok kiváló parancsnok elvesztése következtében a Vörös Hadsereg képtelen volt összehangoltan tevékenykedni. Mindazonáltal Sztálin jól tudta, hogyan kell az embereket és a helyzeteket a saját céljainak megfelelően manipulálni. Amikor megindult a német támadás, képes volt egy-kettőre mozgósítani az egész szovjet népet, annak ellenére, hogy saját embereit addig módszeresen gyilkolta. Az Oroszország anyácska iránti szeretetre appellált, és a háború kulcsfontosságú első szakaszában még a hadseregben működő politikai komisszárok hatalmát is korlátozta. Volt annyira körültekintő, hogy hallgasson a tábornokaira, akiktől gyakran kért tanácsot. A maximális eredmény érdekében kihasználta Zsukov és Konyev a két ragyogó katonai vezető vetélkedését. Nem habozott learatni a legkisebb sikerért járó dicsőséget sem, és könyörtelenül elfojtotta a környezete legkisebb próbálkozását is, hogy megkérdőjelezzék döntéseit. Népének jövőjét összekapcsolta a náci megszállókon aratandó végső győzelemmel. We'll be right back.
A támadási stratégia. ...1943 tavaszára a német hadsereg és a német nép még mindig nem heverte ki a sztálingrádi vereséget. Ezzel a vereséggel fordult meg először a hadi szerencse, és jól példázta a szovjet katona konok elszántságát. A sztálingrádi csata után azonnal megindult orosz ellentámadás azt a veszélyt hordozta magában, hogy a német hadsereget még jobban visszaszorítják. Von Manstein gyors ellenlépései és a német fegyveres erők harcképességének hatékony alkalmazása révén végül is megállították az orosz támadást. Harkovnál a németek a kedvezőtlen körülmények ellenére fényes győzelmet arattak, ami von Manstein bűvész mutatványaként vonult be a köztudatba. A dél hadseregcsoport elkeseredetten küzdő katonái legalább feltartóztatták a szovjet előrenyomulást. Északabbra a közép hadseregcsoport is megvetette a lábát, és Orjol közelében megállította az orosz előretörést. Az előrenyomuló szovjet csapatok e két terület közé ékelődtek be, és nagy kiterjedésű arcvonal kiszögellést képeztek rengeteg katonával és hadianyaggal. A kiöblösödött arcvonal közepén feküdt Kurszk városa. A harkovi győzelmet kiaknázni szándékozó Hitler a keleti fronton magához akarta ragadni a hadászati kezdeményezést. Von Manstein készített egy tervet, amelyben a harkovi csodához hasonló hadműveletek során a németek először szándékosan átengedtek volna bizonyos területeket, majd amikor az orosz utánpótlási vonalak túlságosan elnyúltak, gyors ellentámadásba szándékoztak átmenni. Hitler jellemző módon kihúzta a tervből a visszavonulási szakaszt, és kizárólag a Kurszk elleni támadást hagyta jóvá. A tervnek ezt a részét Zeitzler vezérezredes készítette, amelynek a végső tervezetben a Citadella hadművelet fedőnevet adta. A terv szerint egyszerre északi és déli irányban nyomulnak előre, és egy hatalmas katlan csapdájába ejtik a szovjeteket. Ezt a katlant aztán apránként módszeresen felmorzsolhatják. De hogy az elgondolás sikerrel járhasson, gyorsan kellett lépniük, még mielőtt az oroszok felkészülnek a védekezésre. A tervben eredetileg májust irányozták elő a hadművelet beindítására, ami a kivitelezés során különböző okoknál fogva júliusra tolódott, de addigra az oroszok kiépítették védelmi állásaikat, ami a németeknek óriási nehézségeket jelentett. A védelem stratégiája. Az oroszok sztálingrádi győzelme megmutatta, hogy még a hatalmas német hadsereg is térdre kényszeríthető. A láthatóan mind emberanyag, mind hadi eszközök tekintetében kimeríthetetlen orosz tartalékokat képesek és készek voltak feláldozni a végső cél elérése érdekében. A Sztálingrád után indított orosz offenzíva a győzelem utáni magas szintű harci szellemre alapozott, de nem számoltak a német katonák gyors regenerálódási képességével. 1943. márciusában, mindössze egy hónappal sztálingrádi győzelmük után, az oroszok meglepő vereséget szenvedtek Harkovnál. Sztálin szeretett volna tovább nyomulni, de Zsukov és mások meggyőzték, hogy a háborúnak abban a szakaszában célra vezetőbb a védekező hadviselés. Az oroszok egyébként tökéletesen tisztában voltak a németek terveivel, mivel folyamatos tájékoztatást kaptak a Lüssig-Kém hálózaton keresztül. Ezt a megbízható hírforrást az angliai Bletchley Parkból táplálták.
Az itt dolgozó tudósoknak sikerült még a háború kitörésekor megfejteni a német Enigma kódrendszert, és azóta is folyamatosan követték az eseményeket. Egy Svájcban működő szövevényes ügynöki hálózaton keresztül juttatták el az információkat a szovjetekhez, akik, bár sose tudták meg, hogy igazából honnan származnak a hírek, mégis egy idő után meggyőződtek azok helytállóságáról. Így azután megkapták a tervezett német támadások időpontjait és felkészülhettek. Tagolt védelmi rendszert hoztak létre, amelynek egyetlen célja volt a német eszközök és katonák megsemmisítése. Zsukov, a harcászat nagymestere, kellő tartalékokat halmozott fel, amelyeket a kellő időben és helyen alkalmazhattak. Ez a jól előkészített csapda indította el a németeket a keleti front sorozatos vereségeinek útján. Az orosz katonai vezetők. Georgi Zsukov az első világháborúban a cári hadseregben szerezte kezdeti tapasztalatait. A háború alatt mundért cserélt. Az 1917-es forradalom idején csatlakozott a kommunistákhoz. A háború után különböző tisztségeket töltött be, és hamarosan a harcászat szakértőjévé vált. Sikerült átvészelnie az 1937-es tisztogatásokat, ami oly sok tisztéletét követelte. Első igazi sikerét 1939-ben aratta a japánok ellen Halhingolnál, majd kivette részét Leningrád sikeresnek bizonyult védelméből. Ezután 1942 végén rábízták Stalingrád védelmét, és itt mérte az első komoly csapást a német hadseregre. Zsukov heves vérmérsékletű ember volt, aki nem szenvedhette azokat, akik a kapott feladatot nem tudták teljesíteni. Konstantin Rokossovszki egyike volt a spanyol polgárháborúban részt vett szovjet katonai tanácsadóknak, aki nem úszta meg az 1937-es tisztogatásokat. A halálbüntetést ugyan elkerülte, de bebörtönözték. 1941-ben hívták vissza a szolgálatba, hogy segítse Moszkva védelmét, majd a sztálingrádi ütközetnél a Doni front irányítását bízták rá. A Kurszki csata idején a középső hadseregcsoport parancsnoka volt. Pavel Rotmistrov szintén korán eljegyezte magát a páncélosokkal. Először a 7. szovjet páncélos hadosztályt vezette, és a Rosztov, illetve Sztálingrád körüli harcok során alakította ki harcászati elméleteit. Rotmistrov volt az, aki először javasolta a kizárólag páncélosokból álló alakulatok bevetését. Elméletét átültették a gyakorlatba, őt pedig kinevezték az 5. Gárda harckocsi hadsereg parancsnokává. Nagyon tehetséges parancsnok volt, bár megjelenése inkább egy nyugodt középiskolai tanár benyomását keltette, nem pedig egy kiváló katonai stratéga intelligenciáját és határozottságát. Iván Konyev 1897-ben született, és az első világháborúban altisztként szolgált a cári hadseregben. 1917-ben kommunista lett, és mint politikai komisszár csatlakozott az orosz forradalomhoz. Aztán belépett a Vörös hadseregbe, és elvégezte a Frunce Katonai Akadémiát. 1941. augusztusában a Kaukázuson túli katonai kerületben szolgált. 1941. októberében bízták meg a Kalinyini front irányításával, ahol közreműködött a Moszkva ellen támadó németek feltartóztatásában. Konyev agresszív, de roppant rátermett parancsnok hírében állt, akit Zsukov után sokan a második legbefolyásosabb tábornoknak tartottak. A Kurszki offenzíva során ő bizonyult a legalkalmasabbnak a Sztyeppi front vezetésére. A német katonai vezetők. Kurt Zeissler gyalogosként szolgált az első világháborúban, és katonai karrierje a két világháború között folytatódott. 1934-ben áthelyezték az akkoriban létrehozott páncélos fegyvernemhez, amelyik egyike volt a Hitler alatt bevezetett számos változásnak. 1939-ben léptették elő ezredessé. Erőssége a szervezés és a gépesített hadviselés. A háború első két évében különböző törzs tiszti feladatokat látott el.
Azután 1942-ben nyugaton harcolt von Manstein alatt. Jelentős szerepet játszott a szövetségesek felett aratott Dieppi győzelemben, ami felhívta rá Hitler figyelmét. Diepp után egy hónappal kinevezték tábornoknak, és a vezérkar tagjává vált. Rendszeresen összetűzésbe került tisztársaival, mivel nem adta meg a feltétlen tiszteletet a rangidőseknek, és kimondta, amit gondolt. Még Hitlerrel is több alkalommal összetűzött, akit sikertelenül próbált észretéríteni Stalingrád idején. Zeitzler készítette el a kétoldali átkarolásra épülő Kurszki offenzíva tervét. Bár jó néhány tábornoktársa ellenezte a tervet, Zeitzler megszállottan védte elképzelését, amelyet végül Hitler el is fogadott. Ez azután katasztrofális következményekkel járt Németországra nézve. Erich von Manstein, a déli hadseregcsoport parancsnoka, a II. Világháború egyik legjobb tábornokaként volt ismeretes. Első katonai tapasztalatait az első világháborúban szerezte, harcolt mind a nyugati, mind a keleti fronton. Még a háború befejezése előtt előléptették századossá. Amikor 1933-ban Hitler hatalomra került, von Manstein már a német törzskar alezredese. A világháború kitöréséig további előléptetések következtek, egészen az altábornagyi rendfokozatig. A háború kitörését megelőzően javaslatot tesz a rohamlövek bevezetésére, ami később Sturmgeschütz néven vált ismerté. Ez a fegyver a háború során jelentősen befolyásolta a német harcászati módszereket. Tevékenyen részt vett több kezdeti hadjárat megtervezésében. A nyugati hatalmak ellen 1940-ben vezetett sikeres hadjáratokat von Manstein szellemi termékének tartották, bár később ezeket Hitler a saját érdemeként állította be. Von Manstein kiváló érzékkel jelezte előre az ellenség szándékait, és tapintott rá a gyengeségeire. Különböző frontparancsnoki feladatokat látott el az 1941-ben indított oroszországi hadjárat során, és sikerei közé tartozott például Szevasztopol bevétele. Azonban minél inkább elhúzódott az Oroszország elleni háború, a folytatást illetően annál jobban különböztek Hitler és von Manstein elképzelései. Hitler megszállottan ragaszkodott az állások utolsó csepp vérig való tartásához, és von Manstein sikertelenül próbálta megváltoztatni Hitler harcászati érveit. 1943. júliusának elejére von Manstein már a déli hadtest általános parancsnoka, és jelentős szerepet játszott a Citadella terv megvalósításában. Hermann Hoth 1895. április 12-én született, és szolgált az első világháborúban. Tovább szolgált a német hadseregben, és 1936-ra hadosztály parancsnokká lépett elő. Lengyelország ellen a 15. páncélos hadtestet vezette, és 1939. október 27-én szolgálataiért lovagkereszttel tüntették ki. 1940-ben Hoth a 15. páncélos hadtest élén a francia hadjárat során további sikereket ért el. Ezt követően a 3. páncélos csoporttal, vagy ahogyan később hívták a 3. páncélos hadsereggel, Leningrád és Moszkva ellen vonult, ahol majdnem sikerrel is járt. 1942-ben áthelyezték a 4. páncélos hadsereg élére, és Stalingrád ellen vezényelték. A parancs szerint ki kellett volna szabadítania a városban rekedt 6. hadsereget, de a gyakorlatilag végrehajthatatlan feladattal kudarcot vallott. Ezt követően Hoth tovább vonult a 4. páncélos hadsereggel, hogy részt vegyen a Kurszki csatában. A von Kluge vezette középhadseregcsoport ugyancsak fontos szerepet kapott a Kurszki tervekben. A 9. hadsereghez tartozó és a szovjet kiszögelléstől északra lévő hadseregcsoport az egyik átkaroló szárnyat alkotta, amelynek meg kellett semmisítenie a kiszögellésben lévő alakulatokat. Walter Moder is az első világháborúban szerezte első háborús élményeit, ahol századosi rendfokozatig vitte. Von Mainsteinhez hasonlóan ő is különféle törzskari és tábori beosztásokat töltött be, többek között harcászatot és történelmet is tanított.
A II. Világháború kezdeti szakaszában különböző tisztségeket töltött be, és 1940 közepére már altábornagy és egyidejűleg a 3. páncélos hadosztály parancsnoka. Bár ízig-vérig gyalogsági katona, gyorsan beleásta magát a páncélos hadviselés módozatainak tanulmányozásába. Model gyakran tűnt fel a frontvonalban, és mindig nagy fontosságot tulajdonított katonái jó ellátásának. Hadosztálya is részt vett a Kijevet körülzáró hatalmas gyűrű kialakításában, valamint a Moszkva elleni támadásokban. Model a villámháború meggyőződéses híve volt, és sikereire Hitler is felfigyelt. 1942 kezdetétől vezérezredesi rangban a 9. hadsereget vezette, és közel egy évig folytatott véres harcokat Oroszország déli részén. 1943 tavaszára az ő 9. hadseregét is a Kurszki offenzívához vezényelték. Hitler tisztában volt a közelgő ütközet jelentőségével, és nagyon bízott a támadás idejére kifejlesztett új tankokban. Visszarendelte és új beosztásba helyezte Heinz Guderian tábornokot, akinek a páncélos erők főszemlélőjeként elsősorban a Kurszki csatára kellett koncentrálnia. A Vörös Hadsereg. Sztálin 1937-es tisztogatásai következtében a hadsereg meggyengült és vezetése lezüllött. 1941 elejétől azonban megindult az újjászervezés. Amikor a németek júniusban megindították a támadást, egy felkészületlen vörös hadsereget találtak. A kezdetben előre nyomuló németek mélyen behatoltak az orosz területekre. Sok esetben a kelet felé nyomuló németeknek nyugat felé kellett védekezniük, amikor beérték őket a visszavonuló oroszok. A kezdeti szakaszban úgy tűnt, hogy az orosz katonák csak szervezetlen és irányítás nélküli tömeget alkotnak. Azonban az első tél beálltakor már feltűntek az első jelei annak, hogy nem minden alakul úgy, ahogyan Hitler azt elképzelte. Az éghajlathoz és a vidékhez jobban alkalmazkodó szovjet hadsereg gyorsan megindította első támadó hadműveletét, amelynek majdnem sikerült legyűrnie a német hadsereget. A vörös hadsereg számára a legnagyobb nehézséget a mindenbe beavatkozó politikai komisszárok jelentették, akik félelmet oltottak a katonákba. A parancsnokok gyakorta nem merték vállalni a fontosabb döntéseket, ha nem rendelkeztek a rangsorban jóval felettük állók egyértelmű instrukcióival. Ez közvetlen hatással volt a harcok kimenetelére, és hozzájárult a vörös hadsereg több vereségéhez is. Az orosz katonáknak meg kellett ismerkedniük a németek által alkalmazott újszerű harcmodorral. Ezen túlmenően komoly utánpótlási problémákkal kellett megküzdeniük, és a kulcsfontosságú ipari területek elvesztése, valamint a gyárak áttelepítése jelentősen visszavetette a termelést. A háború előre haladtával azonban a vörös hadsereg felszereltsége egyre javult, és egyre inkább felvették a versenyt a jobban képzett német hadsereggel. A vörös hadsereg számbeli fölénye és a jobb hadianyag utánpótlás következtében a szerencse egyre inkább a másik oldalhoz kezdett pártolni. A fegyverek. Az orosz gyalogosokat tömérdek páncélos és repülőgép támogatta, de nem olyan elképesztően sokféle típus, mint a német hadsereg esetében. A legelterjedtebb tank a T-34-es volt. Ez a harckocsi a harctereken 1941-ben mutatkozott be nem sokkal azután, hogy a németek átzúdultak az orosz határon. A németek addig nem ismerték a T-34-est, de hamarosan megtanulták tisztelni.
A T-34-es konstrukciója, ami lényegében alig változott a háború folyamán, egyszerű és durva, ugyanakkor messze menőkig praktikus volt. Kitűnő, döntött páncélzata ugyan csupán 45 mm vastag volt, de megfelelő védelmet nyújtott. Széles hernyótalpaival könnyedén mozgott az orosz terepen, még a legkeményebb télben is. A Kursknál bevetett típus fegyverzete egy 76 mm-es lövegből és három darab 7,62 mm-es géppuskából állt. Nagyon megbízható dízelmotor hajtotta és csúcssebessége 53 km/h volt. 26 tonnát nyomott és 5 fős személyzetet szállított. Gyengeségei a rosszul megtervezett lövegtorony, amelyet kézzel kellett forgatni, továbbá a szűk belső tér és a korszerűtlen rádió berendezés voltak. A T-34-es mellett részt vett a küzdelemben a KV-1-es is. Ebben a súlyosabb 43 tonnás páncélosban egy 5 fős személyzet kapott helyet. A megbízhatóan működő dízelmotorral 35 km tehetett meg óránként. 110 mm-es páncélzata és a T-34-eshez hasonlóan ennek is egy 76 mm-es lövege volt, amelyet három darab 7.62-es géppuska támogatott. A szükségleténél több lőszert is vihetett magával, és kiváló futómű felfüggesztése volt. Sajnos ez is elég gyatrán megtervezett lövegtoronnyal, és túl bonyolult célzó készülékkel rendelkezett. A hiányosan kiképzett kezelő személyzet és az említett hibák miatt a KV-1-es sohasem ért el olyan sikereket, mint híresebb istállótársa. Az Iljusin 2-es. Kurszk hatalmas páncélos csatájáról híres, pedig nem kevésbé kegyetlen légi háború is tombolt a tankok fölött. A páncélosokhoz hasonlóan az orosz repülőgéppark is csak néhány egyszerű konstrukciói gépből állt, amelyek azonban praktikusak voltak és óriási sorozatban gyártották őket. Ezek egyike volt az Il-2-es, amelynek hatalmas mennyiségét vezényelték a kurszki csatamező fölé. Ebből a gépből a háború végéig több mint 36 ezret gyártottak. Az Il-2-es földi célpontokat támadó gép volt. Nagyon jól lehetett alkalmazni alacsony magasságban. Csúcssebessége óránként mintegy 400 km volt. A fő fegyverzete két darab 37 mm-es gépágyú és két darab 7.62-es géppuska, továbbá a fokozottabb védelem érdekében egy hátrafelé irányzott géppuska volt. Mintegy 600 kg bombát is szállíthatott. Mivel elsősorban kis magasságra tervezték, ezért ellátták némi páncélzattal is. Védőborítást kapott a gép alja, a pilótafülke és az üzemanyagtartály. 1941-es bevezetésétől kezdődően ez a géptípus részt vett a keleti front legtöbb összecsapásában. Jó lehet, a Vörös Hadsereg pilótái nem voltak olyan képzettek, mint a Luftwaffe nagymenői, ezek a gépek és pilótáik nagy mértékben hozzájárultak a harmadik birodalom vereségéhez. Az orosz katonák. A náci propagandagépezet alsóbrendű lényként állította be az oroszokat. A német hadsereg abban a hitben lépte át az orosz határt, hogy egy cselekvésképtelen, gyengén irányított és rosszul felfegyverzett hadsereggel lesz dolga. Az első 6 hónap alapján úgy tűnt, hogy valóban így is lesz. De 1942 elejétől a Vörös Hadsereg kezdte kimutatni a fogafehérjét. Katonái elviselték a legszélsőségesebb időjárást is. Sovány élelmiszeradagjukat a természetben találtakkal egészítették ki. Kiváló védekezők voltak, amit a németek hamarosan saját kárukon tanultak meg. Egyszerű, de nagyon hatásos fegyverzetük volt, ami a kemény hidegben is működőképesnek bizonyult. Az oroszok Achilles sarka a gyenge katonai vezetés és politikai tisztektől való rettegés volt, akik nem törődtek az emberáldozattal, és igen könnyen küldték a katonákat büntető századba, vagy rögtönítélő bíróság és kivégző osztag elé, hogy a kitűzött célokat elérjék. A legtöbb katonát az Oroszország anyácska iránti túláradó szeretet motiválta. A német hadsereg.
II. világháború német hadserege vélhetően a kor leghatékonyabb hadserege volt. Olyan kiváló katonai vezetők irányították, mint Guderian, Rommel, Model vagy von Manstein. A háború első éveiben győzelmet győzelemre halmoztak. A hadsereg professzionális és roppant agresszív volt. Kiváló gyakorlatokkal érték el azt, hogy minden katona képessé vált előrelátóan gondolkodni a kitűzött cél elérése érdekében. Ez a taktika még a számbeli fölényben lévő ellenséggel szemben, vagy bevehetetlennek látszó objektumok esetében is hatékonynak bizonyult. Harcászati módszereik és képzettségük hozzásegítette őket, hogy eljussanak Lengyelországtól a francia partokig, majd onnan a Volga partján fekvő Sztálingrádig, és minden útjukba kerülő ellenfelet legyőzzenek. Komoly gond volt viszont, hogy a Wehrmacht felsőbb szintjein szakadatlan belharcok dúltak. Ez időnként érthetetlen célkitűzésekhez vezetett, különösen az oroszországi hadjárat idején. Kétségtelenül az is hozzájárult a háború végső kimeneteléhez, hogy olyan diktátor ült a csúcson, mint Hitler, aki igencsak korlátozott katonai tapasztalattal és képességekkel rendelkezett. Az ellentámadás mestereiként számon tartott, avagy a támadáshoz és védekezéshez egyaránt értő német hadsereg azonban méltó ellenfele volt bárkinek. A folyamatosan csökkenő utánpótlás és a sokszorozódó nehézségek ellenére eltökélt maradt és feladatára összpontosított. A súlyos sztálingrádi vereség mélyen lesújtotta őket, de az a tény, hogy hamarosan talpra álltak és meghökkentő győzelmet arattak Harkovnál, jól mutatja képességeiket. A hiedelemmel ellentétben 1943 elején a német hadsereget még korán sem lehetett legyőzöttnek tekinteni. A fegyverek. A rettegett T-34-esek megjelenése a harcmezőkön arra ösztönözte a németeket, hogy újra elővegyék a háború előtt készített nehéz páncélos tervrajzokat. Az eredmény a II. Világháború egyik legjobb tankja lett. A Panzerkampfwagen 5-ös, más néven a Panther 45 tonnát nyomott. Az ötfős személyzetet 120 mm-es döntött páncélzat védte. A tank a kiváló 75 mm-es L-70-es hosszúságú löveggel rendelkezett, amelyet két darab 792-es MG-34-es géppuska támogatott. Csúcssebessége elérte a 48 km/h. A Kurszki offenzíva érdekében rohamléptekkel gyártották. Hitler vérmes reményeket fűzött a panterekhez, és a kellő darabszám legyártása érdekében elhalasztotta a Kurszki támadást. Az első darabok műszaki problémákkal küzdöttek, ami súlyos következményekkel járt volna a Kursknál harcoló csapatokra. De miután a tervezési hiányosságokat kijavították, a Panther kitűnő tanknak bizonyult. A Panzerkampfwagen 6-os, vagy ahogyan ismerté vált, a Tigris 1-es azzal a céllal készült, hogy a páncélosok tervezésében felülmúlják az oroszokat. Az eredmény egy 55 tonnás gépezet, amelynek ötfős személyzetét 100 mm vastag páncél védte. A Pantherrel ellentétben a Tigris 1-esnek hagyományos, egyenes falu páncélzata volt, ami kevésbé hatékony, mint a döntött falu, de vastagsága miatt harc közben gyakorlatilag áthatolhatatlannak bizonyult. A Tigris főfegyvere egy elképesztő 88 mm-es ágyú volt, amely 2 km-es lőtávolságon belül bármely célpontot megsemmisített.
A közelharcban a szokásos két MG-34-es géppuska egészítette ki. A 21 literes motor 38 km óránkénti sebességet tett lehetővé. A tigrisek első tömeges bevetésére Kurszknál került sor, ahol mintegy 100 ilyen harcolt. Többnyire a Waffen-SS és a Gross-Deutschland hadosztály elit alakulataival együtt tűntek fel. A tigrisek hamarosan a harcmező rettegett szereplőivé váltak, és a Citadella hadművelet során kivették részüket az orosz védelem áttöréséért folytatott küzdelemből. A Kurszki offenzíva során egy másik újítás is bemutatkozott. A Stuka zuhanóbombázók nagyban hozzájárultak a német hadsereg kezdeti sikereihez. Egyúttal kiváló lélektani fegyverré is váltak, és megjelenésük az emberekben felidézte a rettegés érzését. Ez a lassú repülőgép azonban a háború előre haladtával egyre gyakrabban maradt alul az ellenség fürgépgépeivel szemben. A Stukák is 1937-es bevezetésük óta bizonyos átalakításon estek át. Az 1943 elején gyártott modellek 410 km óránkénti sebességre voltak képesek. Fegyverzetük két darab szányra szerelt 792-es, valamint egy hátrafelé tüzelő géppuska volt. A gép 1800 kg bombát volt képes szállítani. A Stukák nagyon elterjedtek, és 1943 márciusában kifejlesztették páncélromboló változatukat is. Két darab 37 mm-es légvédelmi ágyút erősítettek a gép aljára, a bombateher helyére. Hamarosan kiderült, hogy ez a fegyver igencsak pontos, és hatékonyan semmisíti meg az ellenséges tankokat, ám bár a pilótának meredek zuhanó repülésben veszélyes közelségbe kellett kerülnie a célponthoz, kiszolgáltatva a gépet a légvédelmi tűznek. Ezeket az új fegyvereket Németország legjobb pilótáira bízták, olyan óriási gyakorlattal rendelkező kiválóságokra, mint például Hans-Ulrich Rudel, aki bátorságáért megkapta a legmagasabb fokú kitüntetések mindegyikét. Rudel és a hozzá hasonló pilóták ragyogóan elsajátították ennek az új tankelhárító eszköznek a kezelését, és gépük testét hamarosan a megsemmisített tankokat jelképező sávok erdeje borította. A német katonák. Az első világháború után korlátozták a német hadsereg maximális létszámát. Bár ez a korlátozás roppant módon fájt a németeknek, az újabb háború kitörésekor mégiscsak előnyükre vált. A toborzás igen szigorú követelmények szerint folyt, és a hadseregbe csak a legjobbak kerülhettek be. A politikai helyzet változásával a hadsereg létszáma gyarapodott. Ezek a gondosan kiválasztott férfiak feljebb kerültek a ranglétrán, és ismereteiket sikerrel adták át az utánuk jövőknek. A két háború közötti korlátozások másik hatása az volt, hogy még a legfiatalabb katonákat is kiképezték arra, hogy szükség esetén feljebb valójuk helyére lépjenek. A jó néhány zseniális stratéga és remek katonai parancsnok által vezetett és jól felszerelt német hadsereg 1939-ben kétségtelenül félelmetes ellenfél volt. Attól kezdve, hogy 39. szeptemberében rászabadultak Lengyelországra, hasznosították a megszerzett képességeket, és a rákövetkező 18 hónap során villámgyors hadjáratok követték egymást. Az átlagos német katona, aki 1941. júniusában átlépte az orosz határt, jól képzett, harcban edzett és nagyon használható emberanyag volt. A II. Világháború elszánt és professzionális német katonája újra meg újra megmutatta képességeit. A csata előestéje. ...1943 áprilisában a harkovi győzelem után a német hadseregnek roppant nagy szüksége volt arra, hogy megerősödjön. Az orosz hadsereget viszont az a veszély fenyegette, hogy elszakad saját, jelentősen meghosszabbodott utánpótlási vonalaitól.
E két tényező miatt a Kurszki térségben néhány hónapra elcsendesedtek a fegyverek. De miután a németek szándéka az oroszok előtt világossá vált, nagy erőkkel láttak hozzá a védelmi vonalak kiépítéséhez, amelyeknek az volt a feladatuk, hogy csapdába ejtsék és hatástalanítsák a német páncélosokat. Sok ezer páncéltörő löveget ástak be jó mélyen a védelmi vonalakba, és a tankok ellen több millió aknát telepítettek. Mindkét oldal nagyon készült az 1943. május-június körüli összecsapásra. Nagy reményeket fűztek hozzá, és mindketten döntő fontosságú győzelmet reméltek. De a parancsnokok mindkét oldalon nyugtalanok voltak, felfogták a közelgő ütközet jelentőségét, és tudták, hogy a csata kimenetele meghatározza majd a háború további menetét.1943 késő tavaszán a Kurszki kiszögellésnél szemben álló hadseregek tudták, hogy a következő csatában a győzelem életbevágóan fontos. Márciusban az orosz támadás megtorpanása átmenetileg nyugalmat hozott az orosz front déli szakaszán, abban a körzetben, amely rémisztő és vad küzdelmet látott több mint 6 vérrel átitatott hónapon át. Amint a német támadási szándék világossá vált, intenzív előkészületek kezdődtek mindkét szemben álló hadseregnél. A német előre nyomulás megállása Stalingrádnál komolyan rányomta bélyegét a németek moráljára, de 1943. márciusában a váratlan győzelem, amelyet a végzettel szemben arattak Harkovnál, segített helyreállítani önbizalmukat az előttük álló feladathoz. Az oroszok el voltak számva, hogy megtegyék a lehetetlent is a sztálingrádi győzelemért, és bíztak abban, hogy végre elkezdődik a német erők kiűzése. A terveik megengedtek egy visszavonulást Harkovnál, és azután a kemény csata után, amelyben mindkét fél lélegzett vagy tájig küzdött, most előkészítették a harc következő menetét. A környékre telepedő nyugalom lehetővé tette, hogy a terveket elkészítsék és megkezdjék az előkészületeket. Sem az oroszoknak, sem a németeknek nem volt kifogyhatatlan az utánpótlásuk, és ez elkerülhetetlenné tette, hogy egyik vagy másik fél a döntő győzelemig jusson el. Hitler, Stalin, Zsukov és Manstein tudta, hogy nagyon kritikus a helyzet, ezért a terveket cselekvésre váltották. Az előkészületek. A brilliáns taktikus Zsukov vezette az oroszokat. Nem vesztegette az időt azzal, hogy méricskéje mekkora erő kell a németek legyőzéséhez. Otthon volt a hódítók elleni taktikában, és járatos volt a legnagyobb visszavonulásokban egészen a mai napig. Mint védekező stratéga, elhatározta, hogy az első támadó hadmozdulatokat is védekező állásból teszi meg, amiből a vörös hadsereg képes lehet megállítani és megsemmisíteni a német haderőt. Egyetlen út adódott. A túlhajszolt, meggyötört vörös hadsereget 1943-ban a civil lakosság besorozásával lehetett felerősíteni annyira, hogy képes legyen a nagy ellentámadásra. Kezdetnek is keserves volt, hogy a jelenleg biztonságos hátországban megjavított berendezéseket tönkretették és szétrombolták a nemrég visszafoglalt városokban. Óriási utánpótlás szállítására kellett összpontosítani. Lázas munkába fogtak a hidakon, az utakon, a vasútvonalakon. A keletről Kurszkba érkező fő vasútvonal olyan volt, mint egy nyüzsgő mékas. A németek törbecsalására a frontvonalhoz közelebb szintén lázas munka kezdődött a nagy védelmi övezetekben. Mindent összevéve az oroszok 5 teljes fővédelmi vonalat építettek ki. Az első két vonal körbefutott a harapófogó kerületén 16-20 km mélységben is közel egymáshoz. A maradék vonalak külön helyezkedtek el és több mint 240 km mélységben futottak teljesen körbe.
Tiszta sor, hogy Zsukov nem adott esélyt. Ezeken a védelmi vonalakon belül építettek ki önálló állásokat, amelyeknek gyöngíteniük kellett a német páncélosok előreláthatóan erős támadásait. Páncéltörők és gyalogsági aknák százait és ezreit küldték a körzetbe. Olcsó, könnyen gyártható, de nagy hatásfokú szerkezeteket helyeztek el hatalmas mennyiségben. Beslések szerint a front minden másfél kilométerére 5000 akna jutott. Kipróbáltak és teszteltek más dolgokat is, például harckocsi akasztó árkokat és szöges drótokat, amelyeket szintén széles körben alkalmaztak. A szándék az volt, hogy becsalogassák, föltartóztassák és megsemmisítsék a támadót. Összefoglalva, kitűnő bemutatót tartottak abból, hogy mit lehet megvalósítani a kéznél lévő anyagokból a mérnöki szakértelem és az anyagok hatásos felhasználásával. Bár a Citadella tervet már kora májusban jóvá hagyták, az indulás dátuma folyamatosan késett. Hitler azt akarta, hogy ne hagyjanak helyet a tévedésnek, és látták őt, amint újra és újra csak halogat. Számtalan tényező okozta a halogatást. Az egyik az új pár tank gyártása volt. Ezek a késések csak segítették az orosz védelmi előkészületeket, amelyek abszolút nyilvánvalóak voltak a német felderítő repülőgépek számára, hiszen számtalanszor repültek el felettük és fényképezték le a területet. Ez idő alatt a nagy hatékonyságú Lucy kémgyűrű folytatta a szovjetek ellátását tökéletes információkkal, tájékoztatva őket arról, hogy pontosan hol és mikor csapnának le a németek. A légierők. A közelgő ütközet légi szakaszát majdnem egyenértékű harcként fogadták el a földi összecsapással. A repülőgépek száma, amelyek már nagy csatákban vettek részt, 2000 volt a németek oldalán szemben az oroszok közel 3000 gépével. Az orosz légierő kitartóan növekedett az 1941-es német megszállás óta, és a háború jelenlegi szakaszában már jól képzett legénységgel, kiváló szervezettséggel és nagy erővel rendelkeztek. Sikerült nekik alapvető számszerű fölényt szerezni a Luftwaffe fölött. Az ütközetet megelőző időkben a Luftwaffe sok légi ütközetben vett részt. Júniusban különféle módokon több mint 300 orosz repülőt semmisítettek meg. A cél a front szakasz légi biztosítása volt. A csata menete a légierőt is keményen érintette. Július 9-én az első légi hadosztály megtámadott egy orosz páncélos támadóéket közel a Brianszki vasúthoz Orelnél, és sikerült nekik gyengíteni ezt a potenciális veszélyt. A nap végére szovjet tankok százai álltak lángokban. Keleten is, nem egy katasztrófát megelőzve, a Luftwaffe segítette az előre nyomuló páncélos erőket. Kurszk védelmére 4 fő orosz légi hadsereg állt rendelkezésre. A 16. légi hadsereg volt a felelős a harapófogó északi front szakaszáért, és a 2. légi hadsereg védelme a déli részre terjedt ki. Közelben volt a 17. légi hadsereg, a 15. légi hadsereg pedig hátrább helyezkedett el. A felhasználható orosz repülők száma közel 3 részre oszlott, majdnem 1000 nehézbombázó, 1000 vadászbombázó, és 1000 vadászgép állt rendelkezésre a közelgő összecsapáshoz.
Az orosz pilótákkal két német légicsoport állt szemben. Északon Model központi hadseregcsoportjával a 6. légiflotta, míg délen Hút 4. hadseregével a 4. légiflotta. Ebben a körzetben a német légicsoportoknál két bombázó jutott egy vadászgépre. Mint a német haderőnél szolgáló valamennyi fegyvernem, a Luftwaffe is nagy veszteségeket szenvedett el a megelőző két évben. Számbeli fölényt élveztek az oroszok, és ez is keményen akadályozta a németeket abban, hogy megpróbálják a kezükben tartani az irányítást. Harcrend, a Vörös Hadsereg. A légvédelmi hernyő alatt a katonák és a tankok legénysége az előkészületekkel volt elfoglalva. Zsukov óriási mennyiségű embert és anyagot vont össze a térségben, és nagy hangsúlyt fektetett a tüzérségre. Nem kevesebb, mint 20 000 tüzérségi ágyú állt használatra készen a közelgő csatára. Mint az aknákat, a tüzérségi ágyúkat is könnyebb és olcsóbb volt gyártani a tankoknál. A Kurszki kiszögellésbe több mint 1 300 000 orosz katonát vontak össze. A kiszögellés északi részén volt a front központja Rokoszovszki tábornok irányításával. Délen a Voronyes front Vatutyin tábornok vezetésével. A kiszögellés mögött volt a tartaléksereg a Sztyep front Konyev tábornok irányításával. A szovjet fegyverzet zömét hibásan a kiszögellés északi frontján helyezték el, mert az oroszok úgy érezték, ez a térség fogja kapni a legkeményebb csapást. Ez okozott aztán problémát Zsukovnak a csata korai szakaszában. Harcrend, a Wehrmacht. Körülbelül 900 000 német katona állt rendelkezésre a Kurszki csatához. A létszám nem csak hogy nem múlt a fölül még a védekezés szükségleteit sem, de az egész támadás terhe is rajtuk volt. A német erők pozícionálása személyesen Hitler ellenőrzése alatt állt. A központi hadseregcsoportból északon a 9. hadseregből Model tábornagy vezetésével 5-6 test állt fel. A déli hadseregcsoport szektorában volt Hoth 4. páncélos hadserege. Hoth jobb oldalán Kempf hadsereg különítménye állt. A déli szárnyon, a német támadási tervben a hangsúlyt az új páncélosok telepítésére helyezték. Körülbelül 90 Tigris és az új Pardus tankok közül több mint 100 volt ebben a régióban. A német tankok új generációjának messze ez volt a legnagyobb arányú összevonása, és sokat is vártak tőlük. A támadási terv egyszerű volt. Meglepetésszerűen áttörni az orosz védelmi vonalakon és találkozni Kurszk mögött. De egy nagyon fontos tényező hiányzott. Egy ütőképes tartalékerő. Ez azonban már nem volt lehetséges a németek számára a háborúnak ebben a szakaszában. Bár az oroszok megkapták a hírszerzés információit a Lusikém gyűrűtől, ez egy magasabb szintet képviselt és nem adott elegendő részletes adatot a frontvonal bekövetkező változásairól. Csata északért. Thank you.
1943. július 5-én minden a helyén volt. Az emberek, a tankok, a lőszerek, a fegyverek és a tervek roppant mennyisége mind ott volt már a megfelelő pozícióban. Minden ember, a lövészektől a hadsereg vezércáig a fölfokozott izgalom és várakozás állapotában volt. Megbízható forrásokból származó értesülések alapján a szovjetek pontosan ismerték a német támadás dátumát és időpontját, amelyet később megerősítettek az elfogott német hadifoglyok is. Zsukov ezért úgy tervezte, hogy egy óriási tüzérségi tüzelőállással tisztítja meg előbb a németek állásait. Az volt a cél, hogy elkapják a németeket, mihelyt azok elkezdenék erőik egyesítését, és azzal kemény pszichikai nyomást gyakorolnak az ellenségre, mielőtt akár csak egy lövés is eltördülne. A középső front szakaszon az orosz tüzérség nagyjából egy órás ösztüzet nyitott sok száz ágyúból a föltételezhető ellenségre és állásaikra. Északon Model erői gyorsan kiszabadultak az orosz zárótűzből, és egy saját tüzérségi támadással kezdtek válaszolni. A Kurszki kiszögellés északi része fölött a detonációk, a torkolattüzek és a becsapódások lobbanásai kegyetlen intenzitást értek el. Mindkét fél által elszenvedett, valóságos veszteség nem volt akkora, amekkorát vártak. A nehézséget az okozta, hogy az ellenséget ért tüzérségi csapás az éjszakai sötétség leple alatt zajlott, és az állások elhelyezkedését nem ismerték pontosan. A csapás eredményessége sem a földről, de, és ez a fontosabb, a levegőből sem volt látható, ami azzal járt, hogy nem volt lehetőség a korrigálásra. Zsukov hazardírozott, amikor kiadta a parancsot a tüzérségi támadásra, és hamarosan kiderült, hogy az eredmény sokkal soványabb volt, mint amit az akciótól vártak. A párviadal folytatásaként megérkeztek a 6. légiflotta részei, és megkezdték a feltételezett szovjet állások dühött támadását. Bombák robbanásai közepette a német gyalogság és a páncélosok az ellenséges vonalak felé nyomultak. Model csapatai szinte azonnal belefutottak a jól előkészített gyilkos orosz zónákba. A német támadás csigalassú tempója segítette az orosz erőket abban, hogy könnyűszerrel érzékeny veszteségeket okozzanak a németeknek. Model hamar rájött, hogy az oroszok egy látszólag támadható falat húztak az előnyomulások útjába. Tovább hajszolta előre a csapatait, hogy megtalálják az orosz vonalak gyönge pontját. A német terv az Orel-Kurszk vasútvonal mentén képzelte el a legfőbb előnyomulási irányt Ponirij városáig, mint az első nagyobb objektumig. Ezt azonban megváltoztatták, miután az ellenállás ereje világossá vált, és a támadás főerejét távolabbra, nyugatra, Olhovatka felé irányították. A támadás első napján elért előrenyomulás mindössze 10 kilométer volt. Az előre nyomulás Olhovatka felé a csata második napján folytatódott. Ponirij közelében az ellenség védelme a bal parton túl erős volt ahhoz, hogy a németek áttörést érhessenek el, és Model kénytelen volt előre nyomulni bármelyik lehetséges irányba. Az orosz tartalékok július 5-én az éjszaka leple alatt elmozdultak e terület felé, és nekiláttak, hogy fölkészüljenek a hatodikai ütközetre. Amint felkelt a nap ezen az északi területen, mindkét oldal elkeseredetten akadályozta egymást a kijelölt feladatok elérésében. Az 505. nehéz páncélos hadosztály Tigris tankjai teljesen belehajszolták a csatába az aggodalmaskodó németeket.
belehavajodtak a szovjet védelembe és az erre mozgó növekvő számú szovjet erőkbe. De mégis sikerült némi korlátozott előretörést elérniük, minthogy a védekezés mértékét Rokoszovszki ügyesen megtervezte. Meg kellett birkózniuk a gyalogsággal, a T-34-esek páncéltörő ágyúival és a lövészek páncéltörő puskáival. Lassan a tigrisek veszteségei olyan mértéket öltöttek, hogy elveszítették ütőképességüket és, ami még fontosabb, befolyásukat a csata kimenetelére. Az orosz repülőgépek is elkezdték éreztetni jelenlétüket azzal, hogy számtalan német célpontot támadtak. Német és orosz pilóták párbajoztak az északi szektor égboltjának ellenőrzéséért. A szovjet védelmi fal a kiszögellés északi részénél már puszta csúszás-mászással lassította Model előrenyomulását. Ezek a késleltetések visszafogták az erőit, amelyek egy viszonylag kis területen belül fékeződtek le, és ezzel segítettek az oroszoknak, hogy hatásos ellenintézkedés terveket dolgozzanak ki. De az oroszok nem tudtak mindent a saját elképzeléseik szerint megoldani. A németek jól harcoltak. A 6. légiflotta számtalan bevetésben repült a harcmező északi része fölé, és segített veszteséget okozni az ezen a területen felvonuló növekvő számú orosz erőkben. A német csapatok a terepen lassan araszoltak Olhovatka felé, míg Rokoszovszki erői előre rohantak, hogy föltartóztassák őket. Model erői arra törekedtek, hogy ellenőrzésük alá vonják a bal szárnyat és Teploj városát a jobb szárnyon. Ezek az erőnyomulások jelentették a legtávolabbi pontokat, amelyeket Model 9. hadseregének erői el tudtak érni az északi szektorban. Az orosz védelem és a számbeli fölény korlátok közé szorította Modelt, aki így hibázott az áttörésnél. Most már nyilvánvaló volt, hogy a Model rendelkezésére álló erők elégtelenek ahhoz, hogy áttörjenek az orosz vonalakon. Az új Ferdinand harckocsik is bebizonyították, hogy nem felelnek meg a harcok során. Egy tervezési hiba miatt hiányzott a közelharcgéppuska, ezért, amint elválasztották a kísérőgyalogságtól és elakadt az orosz védelemben, az ellenséges csapatok könnyedén megközelíthették és ártalmatlanná tehették. A tigrisek szintén nem voltak alkalmasak a közelharcra, melyben a páncélosok kiváló fegyvereiket nem tudták hatékonyan használni. Kegyetlen csatatang volt az egész térségben, ahogy mindkét fél előnyre törekedett, de egyiknek sem sikerült. A következő néhány napban patthelyzet alakult ki. A Citadella hadművelet során az egész messzeséget elborította a Model 9. hadosztálya a Kurszki kiszögellés északi front szakaszán, nagyjából 20 kilométeres körzetben. Kurszk elfoglalása, ha végrehajtják, sem lett volna elég az orosz erők legyőzésére ebben a körzetben. Model erői egy térségben voltak, ami 64 kilométerre volt a céljuktól. Ha Kurszkot beveszik hót emberei, egy kis rés lehetővé tette volna az oroszoknak, hogy tetszés szerinti utánpótlás jön a kiszögellésbe. Az erőtlenség hatással volt a harc későbbi kimenetelére. Model elégedett volt magával és a már elfoglalt területekkel. Csata délért. A német erők északon elakadtak, de a valódi súlypontja ennek a történelmi jelentőségi ütközetnek délen volt. A déli szektorban a német hadrend szerint Hót 4. hadseregénél vonták össze a legtöbb tankot és a legjobb hadosztályokat.
1943. július 4-én Hood úgy látta, hogy másképpen indítana el 4. páncélos hadseregét. Hood úgy határozott, hogy előreugrik a támadás megindításának tervezett időpontjával. A 4. légiflotta légi ereje kezdte meg a támadást az ellenség által tartott pozíciók ellen, és ezt folytatta a német tüzérségi zárótűz. Ahogy ennek a zárótűznek az ereje nőtt, a gyalogság és a tankok előre lendülve támadták az oroszokat egész álló napon át, és a német erőfeszítéseknek köszönhetően a frontvonal benyomódott. A küzdelem súlyos volt, és néhány területen a megadott célpontokat nem tudták elérni az éleszálltáig. Ez volt az első az oroszok visszavonulási sorozatából délen. Ezek a visszavonulások nagy elszántságot sűrítettek össze az elkövetkező napokra. Július 5-én megkezdte a 4. páncélos hadsereg átirányítását az életbevágóan fontos magaslatok felé. Hood igen szorgalmasan mozgatta a terepen a különböző hadászati egységeket és elindította a haditervek következő fejezetét. Parancsot adott az előrenyomulás irányának megváltoztatására úgy, hogy a csapás fő iránya most inkább bal felé mozdult el. Erről a változtatásról Vatutyin és Stavka nem tudhattak, mivel Hood úgy hozta meg a döntését, hogy nem konzultált előtte a főparancsnoksággal, és ezért a Luszi nem tudta elkapni az információt. A déli régióban a német tüzérség ezért volt képes elsőként elindítani a támadást. Míg ez történt, az orosz légierő éppen úton volt, hogy megtámadja a német repülőtereket, de ezt a németek a maguk figyelőrendszerével felfedezték, és gyorsan odaküldték a saját gépeiket, hogy lépjenek közbe. Elkeseredett légicsata bontakozott ki a kiszögellés északi része fölött, amint a német vadászok beszabadultak az orosz légi alakzatok közé. A támadás végén a 4. légiflotta uralta az egész égboltot. Ilyen biztonságos háttértámogatást élvezve a páncélosok előre dübörögtek. A légi fenyegetettség veszélyének megszűnése és az a tény, hogy az orosz szárazföldi erők egy különösen súlyos támadásra készültek föl, lehetővé tette a német tankoknak, hogy átkörjenek a védelmi állásokon. Az oroszok rájöttek, hogy alaposan elszámították magukat az ellenség páncélosainak és hadifölszerelésének az állapotát illetően, és most azon voltak, hogy ellenálljanak az erős ellenséges rohamok nyomásának, és megerősítsék a soraikat velük szemben. A németek új taktikát alkalmaztak, a Panzerkilt, más néven a páncélos éket. Ez a taktika a nehezebb tigriseket helyezte az ég csúcsára, a párducokkal alakítva ki az ég külső peremét. A gyöngébb Panzer 4-es és 3-as páncélosokat az ég közepén helyezték el. Az oroszok nem készültek fel ilyen mérgű német előrenyomulásra. Elvesztették védelmi állásaikat a németekkel szemben, akik sok helyen gyorsan nyomultak előre. A nap végére a 4. páncélos hadsereg több mint 24 kilométert nyomult előre. Ez több volt, mint amire Model csapatai képesek voltak az elmúlt 8 nap alatt. Eljuthattak volna sokkal messzebbre is, de később megváltoztatták a parancsokat, és nagyon kevés időt hagytak az aknamentesítésre. Egy felbőszült Guderian tábornok figyelte, hogy az ő fölbecsülhetetlen értékű német tigrisei közül mennyi roncsolódik össze értelmetlenül az aknákon. A 3 napi harc végére a németek körülbelül 32 kilométer előnyre tettek szert. Ez a kezdet tekintélyes aggodalmat okozott az oroszoknak, olyan nagyot, hogy Prohorovkába rendelték az 5. páncélos hadosztályt és más utánpótlásokat is a Sztyeppe frontról. Az oroszok fővédelmi szektora Kurksztól 56 kilométerre délre Obolyan városa volt.
Az oroszok nagy erőket csoportosítottak ide, mert tudták, hogy a várost meg kell tartani. Ez volt a bal szárnya Hód támadási tervének. A védelmi vonal hossza tisztává vált a németeknek ezen a területen, és Hód úgy határozott, hogy a támadás... Az Obolyán és Prohorovka között futó Pszer folyó került az SS Totenkopf hadosztály fókuszába. Az SS Liebstandarte lett volna a közép, és a Das Reich SS hadosztály tartotta volna jobb szárnyat. Mire Prohorovkához értek, az oroszok már elfoglalták állásaikat. Az előző nap véres küzdelmei eltörpültek arányaikban és intenzitásukban. Délen a jobb szárny előnyomulása Kempf hadsereg különítményéből állt. Közvetlen Belgorod alatt indították volna az előnyomulást. Azután változtatták volna meg az irányt, és észak felé haladtak volna, hogy találkozzanak a második SS páncélos hadtesttel. Az első akadály Kempf emberei számára a Donyec folyó volt, amelyik keresztül folyik Belgorodon, és a tervezett úton a front felé halad. Kempf emberei jól harcoltak. Az első nap végére átkeltek a folyón, és patkóformájú hídfőt alakítottak ki. A növekvő ellenállás dacára előrehaladásuk a következő néhány napban is folytatódott. Hód terve az volt, hogy egyesülnek Kempf embereivel Prohorovkánál. Ennek a tervnek a sikere a németeknek nagyon erős pozíciót jelentett volna. A hátránya viszont az volt, hogy július 11-én Kempf erői megközelítően 20 kilométerre voltak a tervezett céltól. Még sok földet kellett elfoglalni, és látni lehetett, hogy nem lesznek képesek áttörni az oroszok ellenállásán Prohorovka felé. A Donyec folyó felső részének elérése szintén erőltetett lett volna Prohorovka irányában, ami azt jelentette, hogy Kempf emberei erejükön felül végre kellett volna hajtsanak egy második átkelést is a folyón. Az előttük álló feladat nehéz volt, de nem gátolta meg őket, hogy ne folytassák az előrenyomulást. A döntő ütközet július 12-én Prohorovka körül tombolt. Kempf emberei körülbelül 16 kilométerre voltak ettől a helytől. Csak három nappal később tudtak egyesülni a második SS páncélos hadtesttel. Ez túl késő volt már, hogy támogatást kapjanak a döntő ütközetben, és túl késő ahhoz is, hogy megváltoztassa Hitler döntését a jövőt illetően. Prohorovka. A két hadsereg most közvetlenül ütközött össze. Az oroszok tudtak a vezető páncélos erőkről, amely akár agyon is nyomhatta volna őket. De készek voltak szembenézni a veszedelemmel és semlegesíteni azt. Azonban a németek nem tudtak az ellenség velük szemben álló hatalmas páncélos összpontosításáról. Az oroszoknak sikerült a környező területen 850 tankot elhelyezni. A németeknek közvetlenül a csata zónájában 300 használható tankjuk volt az előrenyomuláshoz, és további 230 harcoló a bal szárnyukon. Hód úgy érezte, hogy nagy veszteségeket tud okozni az oroszoknak, és gyors győzelmet várt, ami megnyitja az utat egy gyors előnyomulásra. Az oroszok tudták, hogy életkérdés számukra kitartani, és tartalékaikat Konyevből Prohorovkába átcsoportosítani. Július 12-e hajnala a tankok még el sem kezdődött összecsapását láthatta, amely meghatározta az egész hadjárat eredményét. Mielőtt a páncélosok eljátszották volna a szerepüket, megkezdődött a szokásos légitámadás, és a német repülőgépek lecsaptak az ellenséges állásokra.
A következő állomás az oroszok tüzérségi támadása volt a német vonalak ellen, és mialatt a lövedékek záporoztak lefelé, az orosz tankok áttörték az ellenség állásait. Ez a hadművelet megegyezett a német tankok előrenyomulásának kezdetével. Egyik oldal sem láthatta vagy tervezhette előre, hogy mi fog történni. Az előretörő harckocsik hevesen összecsaptak. Ettől kezdve az egész csata irányítása megszűnt, és a harcmezőn urrá lett a totális káosz. A légierő és a tüzérség, amely általában együttműködik az ütközetben, irányíthatatlanná vált, amint a harckocsik közel értek egymáshoz, mert a sötét, örvénylő felhőkben lehetetlen volt a gépeket azonosítani, ki a barát és ki az ellenség. Inkább, hogy ne kockáztassák meg saját eszközeik megsemmisítését, egyik fél légiereje sem látott más megoldást, mint hogy tankjaikat magukra hagyják a csatában. A német tigrisek és párducok nem tudták hatékonyan használni a nagy hatótávolságú fegyvereiket, és elborzadtak, amint látták, hogy az orosz tankok képesek átütni a páncélzatukat rövid távolságból. A másik taktika, amit a számbeli fölényben lévő oroszok alkalmaztak, az volt, hogy a tankokat egyenesen a német tankoknak vezették, teljesen megsemmisítve így mind a tankokat, mind a benne ülőket. Az oroszok tudták, hogy az ő tankjaik pótolhatók, de a németeknek határt szabott a kapacitásuk. Ha egy tigrist elvesztettek, az örökre elveszett. A németek kétségbe esetten kerestek egy lehetőséget az előrenyomulásra a viharon keresztül, de az, hogy meghiúsult Kempf csapatainak kiérkezése a csatatérre, halálos konzekvenciát jelentett számukra. A harc hol csökkent, hol erősödött, egész nap döntő eredmény nélkül. A nap folyamán néhányszor úgy látszott, hogy a németeknek sikerül áttörni, de az oroszok új tartalékokat küldtek a vonalba, és föl tudták tartóztatni a németeket. A sötétség beálltával a harcmező elcsendesedett. Mindkét oldal kimerült volt, és mindent megtettek a kierőszakolt átmeneti nyugalomért. Az időt nem vesztegették, hanem előkészültek a következő nap folytatására. A győztes csata. A Kurszki offenzíva rövid csúcspontja német sikert eredményezett keleten. A 12 órás harc megtizedelte és elgondolkodtatta Hitler legjobb hadosztályait. Végzetes tempóban vesztek oda tankok és emberek a támadás kezdete óta, és bár időközben elérték Prohorovkát, már nem lettek volna képesek elviselni egy újabb kemény támadást. A németek majdnem változatlan számban megőrizték tankjaikat, mert a harcok szünetében, a műhelyekben állandóan javították őket. De az oroszok erőinek olyan mennyisége nézett szembe velük, amely az utánpótlás hiányával együtt megakadályozott bármilyen további előrenyomulást. Az oroszok 400 tankot vesztettek idáig a harcban, és a nap végére megtámadható helyzetben voltak. Úgy gondolták, hogy a németek a következő napot egy jókora támadással kezdik. Július 12-e éjszakáján az oroszok és a németek megnézték, hogy melyik járművet lehet a frontról visszaszerezni és életre kelteni, hogy újra használható legyen. A 13-án mégsem lehetett látni a német előrenyomulás próbálkozásait. Viszont lassan kibontakozott egy új Führer parancs, a Citadella hadművelet. A támadás parancsa meglepte Manstejt, mivel érezte az összeroppanás jelei megjelentek az orosz védelemben.
A Citadella hadművelet egyik fő oka a késleltetés volt, az, hogy nem tudtak mit kezdeni az orosz fronttal. Másik oka a szövetségesek inváziója Szicíliában július 10-én. Hitler, aki mindig tudatában volt a politikai helyzet változásainak, látta a veszélyt, amit a partraszállás jelentett. Egyszerűen csapatokat kellett kivonnia a keleti frontról, és elküldeni őket Szicíliába, hogy szembeszálljanak ezzel az új veszedelemmel. Ezért kiparancsolta a második SS páncélos hadtestet. A hadmozdulatok nem kezdődtek meg azonnal, és amikor megkezdődtek, csak néhány hadosztály mozdult. Ez az új fejlemény azt jelentette Hitlernek, hogy szembesülnie kellett egy olyan helyzettel, amivel nem akart. Kénytelen volt szembenézni azzal a pillanattal, amikor csapatai 1939-ben átlépték a lengyel határt. Háború két fronton. Innentől kezdve világos volt, hogy a háború nem folyhatott tovább Hitler feltételei szerint, hanem a szövetségesek diktálták a feltételeket, akik minden nappal erősebbek lettek. Ettől kezdve ők határozták meg, hol fogják a következő csatát megvívni. Ez Hitlert gúzsba kötötte, megakadályozta, hogy kezdeményezzen. De ez a csökkenő erő tovább mozgott, hogy találkozzon az újabb veszedelmekkel a tehetetlenség törvényei szerint. A csata után. Július 13-án az oroszok megkezdték méreható támadásukat északon Orelnél. Itt Model erői elvégezték saját átfaroló hadmozdulataikat, vagyis mind a két oldalon oldalszárnyat hoztak létre az erős orosz állásokkal szemben. Ezek a méreható támadások pillanatnyi előnyt hoztak, de július 16-án ez az előny átfordult egy általános szovjet ellentámadásban. A németek nem készítettek védelmi állásokat ebben a térségben, és nem tudták visszaverni az orosz támadásokat. Az oroszok a szülőföldjükért harcoltak, és használni tudták a hazai terep előnyét a nyugati frontról Brianskból megmaradt alakulatok is. Model 9. hadseregét állandóan nyomták északon visszafelé a hágeni védelmi vonal irányába, és 1943. augusztus első hetének végére Orel városa visszakerült orosz kézbe. Az általános ellentámadás az északi részen előnyt jelentett ebben a pillanatban, és egyenletes tempóban kezdték meg újra visszaszerezni az elfoglalt országot. Augusztus végére Harkov orosz ellenőrzés alá került végül. Bár az orosz előrenyomulás állandó volt, de nem könnyű. A németek eltökélten védekeztek, és sok áldozatot követelt az orosz csapatok előrehaladása. Azonban az oroszok visszatudták foglalni meghódított földjeiket, és könyörtelenül nyomták a németeket tovább. Az orosz győzelem morális győzelem volt, és egyre növekvő lehetőséget adott az agresszornak adott ultimátumra. A Citadella hadművelet egyik fő célja volt, hogy helyreállítsa a németek védelmi vonalát, mert nyugaton nagy szükség volt korlátlan mennyiségű csapatra, hogy megállítsák a szövetségesek invázióját, ami a közeljövőben várható volt. 1943. augusztus végére a frontvonal kiegyenlítődött. Hitlernek egyetlen problémája volt, hogy ez 160 km hosszan nyúlt el Sztálin csapatai előtt. További hadtesteket vontak ki ebből a körzetből, hogy megpróbálják a helyzetet egyensúlyban tartani. Az orosz front egy kicsit álló háború lett, ahol már csak a vereség lassítása volt a lehetséges cél. A Barbarossa terv már csak korhadt építmény maradt. Az, ahogy Hitler beszélt róla, a paranoid fantázia terméke volt. A valóság az ország sorsát meghatározó kegyetlen vég volt, amely még embermilliókat emésztett föl titáni harcokban,
amelyek 1941. júniusától 1945. májusáig tomboltak harcok, amelyek pontosan Hitler bunkerjének ajtajánál értek véget Berlinben. Hitler mindent egy lapra tett fel. A hazardírozás végül a szeretett német hazapusztulását jelentette, Európát pedig 45 évre ketté osztotta.